Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, ami megváltó Úrtól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 92. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A 92. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ékes dolog dicsérni Urunk belségedet és a te nevedet énekkel magas.
az engedi neved dicséretétől felséges, hirdeti reggel szeretetedet, hűségedet, minden éjjel tűztudó hangszerelő és lankszon, zengő árfán, mert megörvendeztél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újonganak. Milyen nagyobb alkotásaid, Uram. Igen, mélyek gondolatai. Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg, ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden panasztevő végül mégis el kell pusztulniuk. De te, Uram, magasztos vagy örökké, mert ellenségeid, Uram, ellenségeid elenyésznek, szétszóródnak a gonosztevőként. De engem olyan erőssé tettél, mint mikor a bivaj ötlet, és friss olajjal kentél meg engem. Szerem nyugodtan nézi azokat, akik leselkednek rám, külön nyugodtan hallja, hogy rám akarnak támadni a gonoszok. Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus. Az Úr házában vannak előtetve, ott virulnak isteni udvarai. Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és hirdetik, igaz az Úr, kősziklám ő, akiben nincs álmokság. Milyen jó áradni az Úrnak, és zengeni neve dicséretétől felséges, hirdeti reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel tisztuló hangszerel és lampon zenő hárfán. Az a reménységünk, kedves szülők, keresztülők, hogy az a Jézus Krisztus, aki mielőtt elküldeni a tanítványait, hogy tegyetek tanítványát minden népeket előtte, azt mondja nekünk, hogy nekem adott a minden hatalom, menni és földön, ezért tegyétek. És amikor ezt a kicsi legényt befogadjuk ide a gyülekezetben, a keresztény egyház közösségében, akkor ezt ennek a Jézus Krisztusnak a parancsára tesszük, és az a reménységgel, hogy ennek a Jézus Krisztusnak gondja lesz ránk, hogy nekünk pedig gondunk lehessen erre a kicsi legényre. Hogy majd egyszer ő is úgy tudja megszólalni, mint a Zsoltáros, aki szétnézetben a világban, és látja Istennek a hatalmát, és egy kicsit olyan, talán mintha fúnyosan is nézne erre a világra, azokra az emberekre, akik nem ismerik fel az Istennek a hatalmát, akik azt hiszik, hogy az ő életük a saját ügyességüknek a következménye, és miközben így nézi a többieket, a közben újra és újra visszagondolhatunk a Zsoltán induló gondolatára, induló szavára, milyen jó hálát adni az Úrnak. Fontos, hogy ez a hálaadás, ez nem csak időnként történik. Ez a hálaadás nem csak akkor történik a mi életünkben, amikor eljövünk ide a templomba, a gyülekezet közösségében. A Zsoltáros arról beszél, hogy ez a hálaadás, amely Istenről való beszéd, amely Istennek a szeretetét és a hűségét mondja el, az reggel, és így is történik. Ámen. És bizony ebben jó arra gondolnunk, és abban megerősödünk, hogy ezt a kicsit fiút nem arra fogjuk készíteni, hogy majd időnként kiálljon, és úgy tegyen, mint egy jó keresztény. Hanem arra szeretnénk felkészíteni Jézus Krisztus hatalmából, Jézus Krisztus hatalmával, hogy mindig ezt tudja. De ne csak ő. És ezért olvastam három verset onnan a Zsoltár elejéről, mert bármilyen ügyes is lesz az a legény, bármilyen jól fogják nevelni a szülei, a keresztszülei, a nagyszülei, bármilyen ügyesek leszünk itt a gyülekezet közösségében, hát az azért nem igazán fog neki sikerülni, hogy majd egyszerre három olyan hangszeren játszol, mint amiről a Zsoltáros itt beszél, tisztuló hangszer a lant, meg az emlő ház. És ez arra tanít bennünket, hogy ez a hálaadás csak akkor fog megvalósulni, ha szüntelenül lesznek körülötte más emberek is. És itt nem csak a családra gondolunk, itt többre gondolunk. Itt gondolunk arra, hogy ahogyan most elhoztál
hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj, édesatyánk, téged magasztalunk Jézus Krisztusért, aki erővel és hatalommal szólít meg bennünket. Téged magasztalunk, atyánk, az előttünk járók hitéért, bizonyságtételéért. Köszönjük, Urunk, a zsoltáros szavait, a zsoltáros szavaiból megszólaló megtapasztalást, benned való hűség áldásairól. És Urunk, neked köszönjük most ennek a kicsi regénynek az életét. Azt, hogy mindez idáig megtartottad őt. Köszönjük, Urunk, hogy megajándékoztad az ő szüleit, családját, keresztszüleit vele. És köszönjük, hogy ebben az ajándékban most már nekünk is részünk lehet. És itt a gyülekezet közösségében könyöröghetünk az ő életéért, hogy igazán megismerjen téged, megszeressen téged, és hűséges követőddé váljon. Ezért kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, áld meg az ő életét. Amen. Ádám, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A minden jónak adója, a bölcs és igaz Isten, nevelje fel ezt a kisgyermeket szüleinek örömére, magyar népének és református anya szentegyházának a dicsőségére. 134. Zsoltár 3. versével kérjük áldást a megkeresztelt gyermekre. A 134. Zsoltárunk 3. verse így kezdődik. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Ebből szükségszerűen következik,
hogy a magára vett emberi természeten kívül is, de abban magában is benne van, és azzal személy szerint egyesülve van. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben az Atya színe előtt értünk könyvön. Másodszor, hogy a mi testünk ő vele már a mennyben van, és ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait is felemel magához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul az ő lelkét küldi le nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafenn valókat, ahol Krisztus ül Istennek jobbján. Most tehát énekeljük a 167. dicséretünket, a 167. dicséretnek mint a három verszakát. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szája és hű szívvel. Hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és
és sötétség borult oktalanul minket. Akik bölcseknek mondják magukat, bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték alandó emberek, sőt madarak, négy lábúak és csúszómászók képmásával. Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük szerinti vágyban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyet, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért kiszolgáltatta őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek, mert asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt érzett vágy bennük. Férfiak férfiakkal fajtalankodnak, el is veszik tévejgési méltó büntetését önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket megbízhatatlan gondolkodásuknak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal, tere irítséggel, gyilkos indulattal, viszálykodással, csalással, rossz indulattal. Besúgó, rágalmazó, Isten gyűlölő, gőgösek, fennhíjázó, dicsekvő, találékonyak a rosszban, szüleinknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ezek ismerik ugyanisten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltók, akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyet értenek, akik ilyeneket tesznek. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amiben mást megítélsz, abban önmagadat ítéled el, hiszen ugyanazt teszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy Isten ítéletet igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket tesznek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy te megmenekülhetsz az Isten ítéletét. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz. Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül haragot gyűjtesz magadnak a haragot jár, és amikor Isten kihirdeti igaz ítéletét, ő mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jó cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak és a gonoszságnak engednek, haraggal és hosszú állással fizet majd. Gyötrelem és szorongattatás már minden emberi lélekre, akár a rosszat cselekszi, aki a rosszat cselekszi, először a zsidókra, majd pedig a görögökre. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindazoknak, akik jót tesznek, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mi menj, édesatyánk, áldja meg az ő igéjét, tegye érthetővé számunkra, indítson minket annak megtartására, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj, édesatyánk! Ezen a mai vasárnapon különösen is köszönjük neked a mi életünket. Hát az életünket, amelyet itt ebben a földi valóságban az édesanyánktól kaptunk. Köszönjük, Urunk! Az édesanyáinkat, akik életünk fáradtak, akik velünk törődtek, akik most is fáradtak és még törődnek velünk. Légy áldott, Urunk, azokért, akik közöttünk vannak. Köszönjük azok életét, akik már eltávoztak közülünk a minden élő útján.
Urunk, milyen csodálatos az a gondolatot, hogy erre a földre úgy adod a mi életünket, hogy egy-egy családba kerülhetünk, és ebben a családban szeretetre találhatunk. Köszönjük neked azokat ezen a vasárnapon, akik felnevelnek bennünket, akik szeretnek minket úgy, mint tőle kapott ajándékot. Légy áldott ezért, Atyánk. Légy áldott, Urunk, hogy mindezt itt a gyülekezet közösségében köszönhetjük meg neked. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a földön nem csak emberi mér szerinti testvéreink, szüleink és családunk van, hanem van olyan lelki családunk is, amely Jézus Krisztusért lett a mi családunk. Köszönjük, Krisztusunk, hogy te így mentél a Golgotai keresztre mindannyiunk bűnéért. És így szereztél nekünk bűnbocsánatot, és így a te feltámadásodnak örvendezhetünk ezen a mai napon is. Örvendezhetünk, Urunk, akkor is azokra gondolunk, akik már nincsenek közöttünk. Így köszönjük meg, Urunk, azokat is, akik sokat fáradoztak közöttünk a te ügyedért, de te már elszólítottad őket, és mi már csak rájuk emlékezhetünk. Kérjük téged, mennyei édesatyám, hogy szólíts meg most minket úgy a te ígéddel, hogy a mi életünk is áldással legyen ezen a földön. Hogy mi is tudjuk azt a jót cselekedni, amit tőled értettünk meg, a jót, a te dicsőségedet, a jót, ami fele barátaink javára. Így kérünk, Szentlélek Isten, könyörülj rajtunk, hogy most ebben az órában oda tudjunk figyelni a hirdetett ígére, hogy abból megerősödjünk, bátorítást és biztatást vegyünk, ami hétköznap helyzetre. Ezért kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek Isten, szólíts meg minket. Isten igének hirdetésére készülve a 165. dicséretet énekeljük. A 165. dicséretünknek az első és hatodik versét. Az első vers így kezdődik, Úr van Isten köztünk, a hatodik pedig jöjj és lakodj.
mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, mögöttünk levő héten valahogy többször is úgy alakult, hogy engem megkérdeztek arról, hogy miképpen készülök a vasárnapi ige hirdetésekre, és minden ilyen alkalommal elmondtam, hogy miután általában két ige hirdetéssel készülök vasárnaponta, és ezért időnként előfordul, hogy még vasárnap reggel is megfordítom, hogy melyik ige hirdetés az, amelyik délelőtt fog a gyülekezet elé kerülni, és melyik az, amelyik délután fog a gyülekezet elé kerülni. Az elmúlt héten elég sokat bajlódtam azzal, hogy édesanyák napján vajon az Ószövetség ígéből Jezábelnek idés ellen való haragját hozzam elé, vagy pedig a római levélnek ezt a nagyon nehéz és terhes üzenetét hozzam el, egy kicsit eljátva ennek a két igének a nagyon súlyos komolyságát most a gyermekekre való tekintettel. De újra és újra visszakanyarított az Úristen ide a római levélhez, és aztán végül ott kapaszkodtam bele ebbe az igébe, és az ennek az igének az üzenete most mindannyiunk számára, akik rendelkezünk ebben a földi életben édesanyával, anyával, aki felnevel bennünket, hogy vigyázzat a színészkedés. Vigyázzat a színészkedéssel. Hogy mit is értek ez alatt. És semmikor nem lehet jobban és egyértelműbben elmondani, mint amikor nagyon sok gyermek és nagyon sok szülő van egyszer együtt itt a templomban. Milyen jót szoktunk derülni a gyermekeinkkel, amikor pontosan tudják, hogy egy adott helyen, egy adott közösségben hogy kell viselkedni. Úgy időnként milyen csodálatosan jól nevelt gyerekké tud változni idegenek között egy otthon alig kezelhető és néha a szülők fáradtságában alig kibírható gyermek. És néha milyen döbbenten nézzük, hogy egy gyermek, akit egy megszokott környezetben olyan nyugodtnak és kiszámíthatónak ismertünk meg, egyszer csak egy másik helyre kerülve, egészen megváltozik és teljesen máshogy viselkedik. Nyilván nem lehet elmenni ennek a példája mellett most, amikor ennyi nyomodásunk van itt, és a lelkipásztornak is időnként meg kell tenni a maga bűnvallását, hogy néha én is tűnyögve emlegetem a családi istentiszteleteket, és fejezem ki a méltatlankodásomat az óvónők felé, mert nem értem, hogy hogy lehet az, hogy kedd délelőtt olyan békésen és nyugalmasan ül, ott a hittan foglalkozáson vagy éppen állhat, úgy adódik az a több mint 60 óvodás, akikből mindig kevesebb van a család istentiszteleten, hogy olyankor mindig sokkal elevenebbek, és a szülők gyülekezet számára sokkal megterhelőbbek, az biztos a gyerekek. Érzik és tudják nagyon jól, hogy hol, meddig mehetnek el. És ami ennél is veszedelmesebb, a gyermekeink, ahogy közöttünk élnek, szép lassan azt is elkezdik megtanulni,
és elkezdi tudatossá tenni mindazt, és bizonyos helyeken máshogy kell viselkedni, máshogy kell igazolni. És így fog ez az ige elvezetni bennünket, ahhoz a szörnyű valósághoz, amikor keresztény ember is felvesz valami állarcot, és elkezd valamit játszani. Az igazán ijesztő az lesz, amikor kiderül a keresztény ember állarca mögött, hogy nem is keresztény ember. A kereszténységet vette fel állarcként. És ami amögött van, a szintiszta hazugság. Ő nem is olyan. Pál apostol, aki nagyon vágyakozik a rómaiak után, erre figyelmezteti őket ebben a részben. Vigyázzat! Ne játsszátok meg magatokat, amikor Isten elé mentek, mert Isten ismert titeket. És itt értettem meg egy furcsa és különleges üzenetet, erre a mai napra. Ma nagyon jó kötelességtudó gyermekekként igyekszünk köszönteni az édesanyáinkat. Ha már nincsenek közöttünk, akkor kicsit elszoruló szívvel, talán könyvben álmodó szemmel emlékezünk rá. És mi van a hétköznapokban? Kedves gyermekek, egészen kicsik és egészen nagyok. Hiszen ha az Úristen kegyelmes, akkor bizony, még idősebb korunkban is ilyenek az édesanyák. Mi van a hétköznapokon? Mert ilyenkor szépen felvesszük az ünnepi állarcot, kicsik ajándékot készítenek, a nagyobb virágokat vesznek. Még itt a templomban is ki fog állni néhány gyermek, és boldogan mond verset, boldogan mond éneket, de mi lesz otthon? Amikor majd az édesanyák, anyák szólnak, hogy valamit meg kellene tenni. Amikor majd emlékeztetnek, hogy valami nem lett megtéve. És majd akkor kiderül, hogy ez csak egy állat volt. Ez csak egy színészkedés. Ez az ige arról beszél, hogy Isten belelát a mi szívünkbe. Pontosan tudja, mi van benne. Pontosan tudja, hogy mit gondolunk belőle. Nem az érdekli, amit eljátszunk a világban. Őt nem az érdekli, hogy most a világ felé azt mutatjuk, itt vagyunk a templomban. Őt nem ez érdekli. Talán majd néhány nap múlva a televízió vagy a számítógép előtt néhányan érdeklődve fogják figyelni, hogy voltak itt a templomban. Talán majd a szülők, nagyszülők is visszanézik a most felvett hatást, hogy átszúznak-e a gyermekeit. Az Úristen arra lesz kíváncsi, hogy itt a szívünkben mit viszünk haza. Hogy itt a szívünkben hazavisszük el azt, hogy ebben a világban ugyanúgy, ebben a mostani, általunk sokszor másnak hazudott világban, mint ez másik világ lenne, mint amiben a régiek éltek,
ahogyan a Róma beliek belesimultak az akkori világba. Ne tegyük. Jézus Krisztus nem simult ebbe a világba bele. Most olvastuk a Filippi levelet, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, kivéve a bűn az, ami ezt a világot elrontja. A bűn az, ami ezt a világot elfelejti. A bűn az, ami minket színészkedésre indít minden olyan esetben, amikor rájövünk, nem ezt kellett volna. Isten azt akarja, hogy legyünk bátrak, és éljünk úgy, ahogy neki tetszik. Éljünk akkor is úgy, ha ez ennek a világnak nem fog tetszeni. Mert ebben a világban, akárhogy is van, csak néhány évtizedet fogunk eltenni. De Isten a mennyek országába vár bennünket, ahol hány évet is fogunk eltölteni? Erre a kérdésre nem tudom válaszolni is. Mert az örök életet nem tudjuk számokkal meghatározni. Végtelen, megszámolhatatlan. Isten erre a végtelen életre vár bennünket. És ebben a végtelen életben figyelmeztet, aki a rosszat teszi, az a rosszért hallgat, aki a jót teszi, az a jóért lesz meg dicsérve. És akkor legyünk megint gyermekké. Mi szeretném, ha leszidják. Kiről annak, hogyha leszidják, mert nem úgy tette, ahogy ő tenni tudja. Szerintem senki. Vagy aki mégis, az bizony komoly bajok vannak. Mert ha őszinték vagyunk, akkor mi mindannyian azt szeretjük, ha dicsérnek bennünket. Elmondják, milyen jól tett. De az emberi dicséret, az sehol nincs Isten dicséretéhez. Mert Isten mindannyiunknak, ami cselekedeteink szerint fog megfizetni. Ne csapjuk be egymás se, és ne csapjuk be Isten se. Az nem baj, ha itt és most bármelyikünknek azt kell mondania, Uram, nem tudok úgy élni, ahogyan te mondod. A tessék folytatni. Tessék kérni Istentől erőt. Kinek? Külön. Tessék elmondani és kérni, Uram, segíts, hogy úgy éljek, ahogyan te akarod. Hogy a mennyek országában örvendezés legyen. Mert megváltoztam. Mert nem mindig mindenütt úgy viselkedem, ahogyan éppen viselkedni kell, hanem mindig mindenütt úgy viselkedem, mint aki Istenhez tartozik, mint aki Jézus Krisztus által megváltott, mint aki a Szentlélek által vezette van. Nehéz ige, és nehéz üzenet. Különösen egy olyan napon, amikor örömmel fedezzük fel a gyermekekben, a kire hasonlítanak. Adja meg a mindenható Isten, hogy felfedezzük. Hogy nem egy állarc van előttük, hanem valóban Istennek a képére és hasonlatosságára formálódnak, Isten dicsőségére és a mi örömünkre. Így legyen. A 471. dicséretünket énekeljük. A 471. dicséretnek az első verszakát. A 471. dicséret első verse így kezdődik: fel, barátim, drága Jézus, 180.
Menj, édes atyánk! Köszönjük, hogy te tudsz és akarsz bennünket formálni. És kérjük, hogy formálj a magad képére és hasonlatosságára. Hogy egyre inkább hasonlítsunk te hozzád, Jézus Krisztus. Hogy hátrán tegyünk vallást rólad. Elmondva mi, ilyennek ismertünk meg téged. Hogy valóban a mi életünkben az legyen a legfontosabb, hogy hozzád igazodjunk. Hogy boldog örömmel várjunk. Egyszer majd a mennyek országában, ott ülhetünk a te asztalodnál. Menj, édesatyánk! Addig is kérjük a te segítségedet, amíg itt vagyunk ezen a földön. Hiszen annyi mindenben kell helyt állnunk. Segíts, hogy ne legyünk képmutatók, színészkedők. Amikor a betegeinkhez hajolunk oda. Segíts nekünk, Urunk, hogy valóban a gyászolókhoz igazi együttérzéssel, feltámadás, erős hitével és reménységével forduljunk. Így kérünk téged, Urunk, a mi betegeinkért, és így kérünk téged, Urunk, a gyászolókért, és könyörgünk, Urunk, most a gyászoló egyházközségünkért. Erősíts meg minket, bátorítsál bennünket, hogy nekünk keresztényeknek nem csupán múltunk van, de benned Jézus Krisztus elkészített jövendőnk is. Így kérünk áldást az előttünk levő napokra, a mi földi életünkben áldást, a mi családunkra, áldást a mi egyházunkra, áldást a mi magyar népünkre. Kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, ahogyan csendben elé visszük a mi egyéni imádságunkat. Kérünk Istenünk, te figyelj ránk, amikor úgy imádkozunk együtt felhangon, ahogyan Jézus Krisztustól tanultuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a felelünk vétkező. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Fogunk még egyet énekelni a 471. dicséretnek a harmadik verszakát. Azért fogunk énekelni, mert a mai istentiszteleten köszönteni szeretnénk közöttünk ebből anyákat, édesanyákat, nagymamákat is, a Szőlőskert református óvoda és az Adi Endre református általános iskola gyermekeinek egy kicsi műsorával, meg egy szál rózsával, amíg a 471. dicséret harmadik verszakát elénekeljük, pedig a gyermekek ide előre tudnak jönni az utat felállítani. 471. dicséretünk harmadik verse így kezdődik fel, barátim, drága Jézus, zászlaja. Thank you.
közül ketten fognak verset mondani. És mind a három csoport itt van együtt, a Bogyóka Bárányból és a Szűrőkét is, és ezekből a kedves dalokból és a versenyből fogunk énekelni és verselni, ami nem olyan régen, édesanyátoknak is elmondtak a kérdőt, figyeljetek rá, azért állok veletek szembe, és aki a másik csoportét is tudja, az nagyon ügyes lesz, és bátran mondhatja valamit, jó? Először akkor legyen a szőlőfű csoportosoknak a dala, már megjöttünk, jó? Már megjöttünk egyszerre, anyám köszöntésére, anyám kényelmésébe, köszöntlek egészségben. Gyöngyharmatos hajnalban, kivirult a hajnalban, szép kivirult hajnal, már köszöntsétek jó anyát. Kőhalmi Erzsébet anyát napjára. Egy kicsi szíve, sokszínű sujába, édesanyám anyát napján minden jót kívánok. Szeretném, ha mindig, mindig csak nevetnél, szeretném, ha mindig, mindig velem nem. Most pedig akkor, én kicsike vagyok, jó? Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok, szüleim kedvében most nyílni akarok. Ki akarok nyílni, mint munkösi rózsa, de ki nem nyílhatok, csak úgy illatozom. Ezernyi kis apró jellel tudattam,
hogy létezem. Számlálgattad a napokat, vajon mikor érkezem? Később aztán ágyam mellett álmot hozott szép velöd, hogyha még nyugodt voltam, karod lágyan ringatott. Mint napfény a fellegek közt, szivárvány a rét felett, úgy hintett szép értet adó, melengető fényedet. Akárhányszor születnék is, nem kellene más nekem, azt kívánnak századszor is, mindig-mindig légy velem. Kezemben kis virággal, tiszta szívből kiáltom, te vagy nekem a legdrágább, anyuka a világon. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal, dolgozni nem restel. Áldó teste lelke, csak éretten fáradt, köszönöm Istenem az édesanyámat. Ne menjetek el! Vigyetek virágot! Jönnek, adnak nektek virágot, jó? És akkor vigyetek virágot. És most mindenki egy bőrű szárózsával keressen a védőszanyát, és egy nagy megköszönöm. Mindjárt gondolkodat segítenek, és akkor a templomban itt levő összes gyereket kérjük, hogy jöjjön ide, és akkor egy-egy szárvirágot tudjunk az édesanyának. De akkor ne menjetek messzire! Mindjárt gondolkod ide, és akkor segít nektek adogatni, jó? Köszönjük.
hirdetésekre, az előttünk levő alkalmakra. Ma 18 óra körül is lesz Isten tiszteletünk itt a templomban. Kedden 10 órakor lesz imaóránk a gyülekezeti házban. Csütörtökön mennybe menetel ünnepén 18 órától lesz Isten tisztelet. A konfirmandusaink is ekkor fognak bizonyságot tenni ismeretükről. Ebben az esztendőben 10 fiatal készül a konfirmációra. Most bemutatom őket a gyülekezetnek, mondom. ABC sorrendben, reménység szerint a reménység szerint ABC sorrendben fogom mondani a nevüket, és akkor ki hallja a nevét, egy pillanatra felállít, ül meg elől, és akkor a gyülekezet is fogja látni őket. Abronci Lili, Balla Zóra, Csedő Balázs György, Harkai Kornél Imre, Ketesdi Levente, Medvés Erika Bella, Németh Melinda Judit, Séti Nikoret, Szalai Zsófia Lili és Wagner Léka. Ők azok, akik csütörtökön bizonyságot fognak tenni a gyülekezet előtt az ismeretükről. Szerdán és pénteken 18 órakor bűnbánat Isten tiszteletet fogunk tartani itt a templomban. Itt készülünk a vasárnapra, hiszen jövő vasárnap 10 órakor az Isten tiszteletünkön fognak fogadalmat tenni a most bemutatott konfirmandusaink, és ekkor fognak először a gyülekezet közösségében az úrvacsora sákramentumával is élni. A jövő vasárnap 10 órakor az Isten tisztelete, Isten tisztelete, legyidőben gyermek Isten tiszteletet is fogunk tartani. Hirdetem a jövő vasárnap esti Isten tiszteletet is 6 órai kezdettel. Hirdetem tovább a gyülekezetnek, hogy pénteken 7 órától énekkari próbát tartunk. Konfirmandus óráink és a hitna óráink a héten a szokott sorrend, a szokott rendben lesznek. Hirdetem a gyülekezetnek, ahogyan talán azt már a hirdető táblán is látták, egy hosszabb betegséget követően elhunyt Szűcs Józsefné született Csáklári Mária asszony testvérünk, aki az egyházközségben mint egy 20 éven keresztül presbiteri szolgálatot is végzett, már néhány hónapja nem tudott itt lenni közöttünk az Isten tiszteleten. A betegsége miatt, de előtte hűséggel volt közöttünk. 76 éves korában hunyt el, és az ő temetése, földi életétől való búcsúvétele május 10-én, tehát csütörtökön 12 órakor lesz a Bekerle telepi munkás Szent József római katolikus templomban. Búcsút venni az ő életétől, és hirdetni a feltámadás igényét. Tehát csütörtökön, május 10-én, 12 órakor a Bekerle telepi templomban. Köszönöm azoknak, akik az elmúlt napokban a különböző egyházközségi rendezvényeinken szolgálatokkal segítettek, úgy pénteken a kreatív gyermekdélutánon, mint tegnap a presbiter képzésen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy május 25-én és 26-án szervezi a református szeretet szolgálat a Szereteti című programot, amikor a református közösségek környezetükben végeznek jótékonysági tevékenységet. A mi tervünk, hogy 26-án szombaton mi is be fogunk kapcsolódni ebbe a szolgálatba. Az a kérésem, hogy aki szívesen részt vesz ezen a programon, az jelezze Vladiba Andreánál, vagy a lelkész hivatalban, ahogyan ezt a tavalyi esztendőben is tettük, majd Andrea bizonyára fog állni a kijáratnál, hogy a testvérek megtalálják, és akkor jó reménység szerint mindenkinek fogunk tudni rendelni egy szeretett hidas tólót is erre az alkalomra. Végül pedig hirdetem a gyülekezetnek, hogy ezen a héten kivételesen nem pénteken fogjuk a templomot takarítani, hiszen vasárnap konfirmáció lesz,
Ilyenkor mindig felvészítjük a templomot. Ez a templom díszítés szombaton 18 órától történik, és ennek a keretében fogjuk a templomot is kitakarítani, úgyhogy akik szívesen részt vállalnak ebben a szolgálatban, nyugodtan jöhetnek segíteni a konfirmandus családoknak a templom feldíszítésével. Az Isten tiszteletünk végén 264. dicséretünket énekeljük. 264. dicséretnek mind az 5 versszakát, áldoz egy lelkem a dicsőség erőt. Köszönöm, és a kérdőn az Úristen, hogy a 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 Úrist
Még egy kedves szolgálatot teszek eleget. A napokban volt Markai Ferenc Csabán, hogy lentisztelte azt, hogy a születésnapja. Úgyhogy megkérem már az éneki fordítsa felét orcáját az Úr, és adjon néked békességet.